Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb livestreammel, méghozzá nem mással jövök nektek, mint a Harvard Legacy val, ami fenyves jóvoltából került birtokomba, és már tűkön ülve várjuk immáron, már most már lassan 20. órája, hogy eljussunk odáig, hogy Havertz Legacy-t játszhassunk mi PC-sek, mert a konzolosok éjfélkor kezdhettek, mi meg majd este hétkor, ugye most 3 4 hét van, és hát várjuk a játék megjelenését, ami lehetőséget biztosít arra, hogy így a PC-sérában legalábbis premiere nyomjuk a játékot, szia GRT, szia fenyves! Látom, hogy közben így ülünk, szóval addig, és amíg meg nem jelenik a játék, mert hogy én itt frissítgetem a Steam-et a háttérben, így, 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 amíg nem jelenik meg a játék. Addig, 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 tudunk beszélgetni róla, tudunk egy kicsit várakozni, tudunk egy kicsit tükkönülni. Minden esetre beraktam egy Howard's legacy képet így a háttérbe, úgyhogy elméletileg a GUI-hoz igazítva a kameraképemet most így mutatom, így egy kicsit följebb toltam, hogy majd lássátok a spelleket itt alulról, úgyhogy hát nem, nem én szia Enink ma közben nem előrendeltem, hanem a fenyves vette meg nekem, de a Deluxe verziót vette, hogy három nappal hamarabb elkezdhessünk játszani, mert ő is tükönül, hogy végre Harry potter nézzen. Na most az elmúlt húsz órában, úgy híreket olvasni, hogy ebben ne fussál bele valamilyen szinten, maradjunk annyiba, hogy nem is olyan egyszerű, tehát próbáltam nem elspoilerezni magam előtt a dolgokat, mert én nagyon szeretem a Harry Potter univerzumát, és ebbe az univerzumba valahogy nem illik vele nekem így az, hogy elspoilerezem magam előtt a dolgokat. Annyit néztem meg, hogy hogy, hogy épül föl a gui a guia játéknak, hogy majd nehogy véletlenül még Túl sokat kelljen azzal baszakodni, így is majd a hanggal, felbontással kell szórakozni, mielőtt, ez, ó, igen, hogy szomorodjanak meg a konzolosok a VIP mindenüket, azaz. Na mindegy, szóval elvileg a játék megjelenik 13 perc múlva ami azt jelenti, hogy nekünk már volt egy ilyen egy 70 gigás a password közben, volt egy 70 gigás ilyen előtöltési lehetőségünk, remélhetőleg ez sokat fog dobni a dolgokon, bár a fájlokhoz nem nagyon fértünk hozzá, de semmi gond. Én amúgy is azt néztem, hogy egészen más a PC-s játéknak a grafikája majd, mint a konzolosoké ami azt jelenti, hogy mintha én, én legalábbis én látom így, lehet, hogy nem így van, de mintha a PC-n egy picit fotorealisztikusabb lehetne. Na nem nálam, ahol szara videókártya ehhez, hanem úgy, hogyha klutkára vágja valaki a történetet, akkor jobban néz ki a PC-s verzió, de, de mérföldekkel, tehát hogy a PC-s verzióban azt néztem, így a, a bemutató videók alapján, hogy ö, akár fotó, szinte fotorealisztikus lehet a környezet, azért ezt a konzolok még nem tudja, nem tudok visszaszámlálót csinálni. A pontos időt szerintem mindenki tudja, 12 perc, most így egy órát bevágni, azt se tudom, hogy kell. Ö, valami weboldalról kéne vagdosolni, meg mit tudom én, és nem, nem szeretnék, de ebbe belemehet, mondjuk belemehetünk, de de az, az most idő lesz, amíg... Ez egy ilyen time, vagy mi legyen ez? Oké. Okay. És ez vaj változik-e? Ez azért így egy jó kérdés, hogy ez változik-e, de mindjárt akkor, na jó, akkor hozzáadunk egy új böngésző. Time. Igen. Ezt a Google keresést most adjuk hozzá, mindegy, hogy milyen felbontása, tényleg. Miel Mielőtt tovább lépek a Google-be, kéne kattintani, az, az hogy, az azt nem fogom tudni megoldani most. Ez, ez így ebben a formában nem jó. <Színűleg> van, -e? van 12 percem, addig úgy sincsen mit csinálni, de van. És erre kiváló ötleteim is lesznek. Méghozzá lehet egy ilyen plusz maszkot szerezni, csak próbálom itt közben a böngész ablakot berakni háttérbe. Szeretnék egy olyat csinálni, mindjárt megoldom, ez kis szerelés még, türelmeteket kérem, ahol... Nem lehetne ezt valami kultúrát a behelyezésben? Fölül a csík. Nem értem, hogy ezért miért van ez így vágva. Mindegy. Jó, és akkor a böngésző ablakot így húzd legy lefelé. még húzzad lefelé, hogy, hogy, és ott legyen. Agy, és akkor én is rajta vagyok, meg a cset is rajta van. És azt mondja, hogy van ilyen, hogy Harry, Potter, uh, mi ez, fanklub, vagy mi a tököm? Igen. Uh, ide kell belépni, és addig ki tudunk magunknak váltani egy maszkot. Ha be tudna tölteni, szerencsétlen fanklub oldala, mert nem, nem tud betölteni, mert gondolom szana széjjel rongyá van terhelve, mert mindenki ezzel, ezzel kezdte el most vágni a, uh, az idejét, amíg nem jelenik meg a játék. Igen, nem kapkodt el ezt az oldalbetöltést. Igen. Igen, igen, igen. Mm, lehet, hogy nem erre gondoltam. Pedig de wizardingworld.com ide kell eljönni. Oké? Okay. Vagy nem? Mm, a Fenyves átküldött nekem a múltkor, Discordon, most a Fenyves beszélgetését előhalászom gyorsan, Ö, átküldött nekem egy videót, amire ha így rákattintok, itt legyen, Youtube-on megnyitom, és annak a leírásában, itt a leírásában pedig ide kell jönni, ide kell jönni, hogy Wizarding World, igen, és akkor itt kellett valahol beloginolni vagy már be vagyok loginolva, mert ilyen ügyes volt, már beregisztráltam egyébként. Csak egy kicsit, mintha homokórás lenne a lelkem, nem tudom, hogy ki, hogy érzi. Ö, valahol, valahol... Ja, ha, 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 értem, ö, nem nagyon tölt be a Wizarding World oldala, mint olyan. Ez a hiába tudjuk, hogy hova kell jönni, hogyha homokóra szegény weboldal. Hát, egy kicsit túl van terhelve, szegénykém. Itt lehetne egyébként azzal ö, vaszakodni, hogy pálcát választunk addig magunknak, meg házat, meg ilyenek, de hát nem működik a weboldal. Úgyhogy ez egyenlőre úgy látom, hogy kiesik nekünk így a pixisből. Mindegy, addig ránézek a Steamre, hogy lehet-e már előtölteni, letölteni, betölteni, játszani, nem, frissíteni, még nem még nem jelent meg az alkalmazás. Tehát várjuk a launch ami elvileg már csak 7 perc, addig meg azért mondom, hogy lehet arról beszélgetni például, hogy kinek mi a véleménye arról, hogy volt egy balhé a játék körül, hogy ugye a Rowling, aki írta a Harry Potter könyveket, az mindenféle transfób megjegyzéseket tett, és ezért azt mondták, hogy mi ö, játékosok ne vegyük meg a játékot, meg, ö, meg bolykottáljuk ezt az egész történetet, mert a rolling az milyen csúnyákat mondott vagy nem mondott. Ö én megmondom őszintén, nekem erről az a véleményem, hogy a játéknak semmi köze ahhoz, hogy a szerző az mit mondott magánemberként, és ráadásul a szerzőnek nem is túl sok köze van már ehhez a játékhoz. Tehát, hogy így a világ már megteremtődött, megjelent már képben, könyvben, filmben, mindenben, és szerintem nem, nem nagyon van annak jelentősége, hogy, hogy egy szerző adott esetben Ö, mit nyilatkozik már ö, utólag. Közben nézem, hogy betölti a profilt, de nem. A, ez a Wizarding World, ez nem tölt be. Wizarding World. Igen. A, web, a fő oldaluk megnyílik, de már a menüjüket se nagyon tölti be, értem rommá van terhelve a, ezért, terhelve szerintem az oldaluk. Kicsit úgy érzed magad, mint a, a Samara Shrek 2 ja, ez a, ott vagyunk már, megjelent már, azaz. Igen, 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 hát elvileg 5 perc, tehát, hogy így gondoltam, hogy addig, addig elütjük az időt. Ah, ha, ha, betöltött, valami betöltött, figyeljetek. Mink van nekünk. Haha! -ha. Igen. Na, itt van a böngésző, és akkor elvileg, elvileg házat, patronus, meg pálcát kell választani. Na, találjuk meg a pálcánkat, és akkor most valami homokórázás történik. Ö, vagy nem? Error! Ott van fönt, hogy... Én is örülök neki. Mégse töltött be. Most kezd előről a homokórázást. Jó, hát én megpróbáltam Oké, okay, akkor visszakapcsolok nagy képre, legalább legyen Harry Potteres háttér nekünk. Igen, mindenki úgy érzi, hogy mint a már magát, hogy ott vagyunk-e már, ott vagyunk-e már. A helyzet az, hogy ahogy elnézem, még nem vagyunk ott. Még azt tudom megtenni, hogy újraindítom a Steam-et, hát ha az segít. Így puty, és akkor elindulgat a Steam itt a háttérben. Hát ha frissít valamit, vagy nem tudom. Igen, valamit letölt egyébként, most azt mondja, hogy vala, valami update van. Kicsomagolja a Harry Potter. Gyerekek, gyerekek, ez úgy látom, hogy a launch most valamit, valamit csinál. Ö, szerintem az van, hogy amit letöltöttünk, azt most elkezdi kicsomagolni. És ö, hát nagyon remélem, hogy nem jól méri azt, hogy fél óra van hátra. Igazából véve... Ja, hogy az SSD-t... Az SSD-t 500 megabajt per szekundummal írom. Ó, oké. Jó van. Az azt jelenti, hogy akkor megy a kicsomagolás a játéknak. Az, ahogy megvan, el fogunk tudni indulni. Így betudok tenni... Na, most tudok betenni viszont egy visszaszámlálót. Azt mondja, hogy... Hozzáadok ablakfelvétel, Steam. Ö, igen, azt kéne fölvenned a Steam-et, csak ö, éppen föl kéne venned azt, hogy mit csinál a Steam. Ecsém, ez de szar, nem tudja fölvenni a Steam ablakot így. Hát én megpróbáltam ezt is, de... Mindegy, szóval megy a Steam-en a játék kicsomagolása, ami azt jelenti, hogy hát valószínűleg talán 3-4 percbe belefér, 4 gigánál tart jelenleg a 73 gigából, tehát hogy így M2-es SSD, meg atomgép ide vagy oda, ez rohadtul, rohadtul nem halad gyorsan. De már a CPU is 100%-on megy néha, úgyhogy... Oda van, oda van verve neki, de, de készíti a játékot, úgyhogy haladunk gyerekek. Megy a Harvard Legacy kicsomagolása a gépen. Hát 73 giga, és ebből megvan már, már 7. Úgyhogy haladunk, de ez durva. Itt, ez, ez már ilyen durva méretek vannak ennél a játéknál. Én amiben nagyon bízok, hogy nem 4K-ban akar elindulni, tehát, mert hogy ö, ö, így, így, így ha 4K-ban indul el, annak nem örülnék. Ö, indul a launch, gyerekek, 2 percen belül elindítható a játék a Steam szerint. Ö, igaz, hogy ö, még csak 9 gigánál járunk a kitömörítésben, de ennél előrébb nem is járhatunk valószínűleg. Azt nézem meg, hogy most már, most már rendesen a játék mappájába berakja a játékot. A Common Harvard Legacy? nem tudom, nem tudjuk, hogy hova teszi be, mert, mert nem tudom. Jó van. Bitrát a gondok le lennének. Már hogy így az adás adásban bitrát a gondok. Mert az meglepne. Így most így hirtelen nem látok. Nem 4K Max grafika, de hát így nagyon bízok benne, hogy nem abban akar elindulni, az biztos, hogy akkor meg, meg fog halni a... izé, Jó. Úgy látom, hogy közben mások is elkezdték a Howard Legacy-t streamelni, mert hogy így legalább azon a szinten, hogy... Ö, így, így, így a, a, játékot gondolom elkezdték letölteni, meg előtölteni, és akkor mindenki ugyanebben a fázisában van. Én közben akkor touchportált indítok, hogy legyen nekünk ilyen érintős touchportálunk, és a telefonon, ha már ilyen szépen felhívta a figyelmét arra, hogy létezik, már hogy a telefonom, és rárakom erre a szuperszónikus méregdrága mobiltartóra, amit 300 forint vettem ebay-en, és ezzel van touchportál is. Van, király. Na, akkor ez is megvan. Lássuk, hogy hol tart a kitömörítés. 16 GB-nál járunk, egyelőre nem halad. Nem letöltünk, hanem a lemez használat megy ezerrel. Tehát, hogy ez, ez szó szerint most ö, ö, letöltötte előre a 70 gigát, és most csomagolja ki. Ami azt jelenti, hogy ha ez befejezi, akkor elvileg azt hiszem az fájt most fogja letölteni, de az pillanatok alatt lel lesz, és akkor utána ö, végre tudunk menni Harry Pottert játszani. Közben a Wizarding World, az nem, az le van rohadva teljes mértékben. Én itt ezt frissítgetem, hogy hát ha összejön egy pálcaválasztós hé de én úgy látom, hogy a Harry Potter fanclub szerverei nem igazán bírják a történetet. Semmi gond nincsen egyébként. Egy nagyon-nagyon csúnya maszkot lehet szerezni vele extrába, az, a, az, az igazi extra. A pálcaválasztás és egyebeket meg el fogjuk tudni végezni a játékban, ahogy kitömörítette, de de ez már ez már percek kérdése, tehát, hogy itt most már tényleg az SSD ö, sebességén múlik a történet, azt nem tudom meggyorsítani. Tehát, hogy így az SSD-m az ö, nem, nem a leggyorsabb SSD ever, pedig a rendszer meghajtomra raktam, ami gyorsabb M2-es SSD, de nem a leggyorsabb SSD, mert, mert akkoriban, amikor én még ezt összeraktam, akkor még nekem nem volt egyetlen egy olyan játékom se, ami 80 gigát akarna kitömödíteni, ilyet én összinte leszek, ez az első ilyen alkalom, hogy így számítana ennek a sebessége valamit is, úgyhogy kénytelenek leszünk kivárni, de, de meg lesz, tehát, hogy már 25 GB-nál járunk, úgyhogy ez, közben, ha bármi kérdés sohaj sohaj felmerül, vagy ötletetek van, akkor tök nyugodtan dobjátok be, nyitott vagyok mindenre. Wizarding World az nem igazán. Amit még meg tudunk tenni viszont, hogy a Youtube-on YouTube-on. Egy kicsit terhet a gépen mondjuk, de nem baj. A YouTube-on a Howard Legacy-nak Hogwarts Legacy Official Trailer. Official Trailer. Ö, nem tudom, hogy látta már mindenki. Mert ha nem, akkor most meg lehet nézni. Csatlakozhatunk az Official Launch Trailer, az hat napja volt. Jó, oké. Okay. Addig lehet videót nézni közösen a Harvard Legacy-ról elvileg, ha minden igaz, akkor itt van előttünk a böngésze, úgy. És akkor majd mindjárt lejjebb húzzuk a hangot, ne üvöltsön. És itt egyébként mutatja be a játékot szépen komótosan, hogy, hogy hogy is néz ki ez valójában majd. Ugye ez egy ilyen kis kétperces trailer. De ebből lehet látni, hogy állati jól fog kinézni a, a lelkem. Ezek egyébként konzolos preview -ok, amiket itt nézünk. Egytől egyik. Azért mondom, hogy én láttam PC-s előnézetet, és a PC-s előnézet, az szólja főnök, a főnökötnek, fegyves, hogy haladéktalanul haza kell menned. Egyetértek, teljesen egyetértek, szólnék neki, hidd de ha, ha, ha nem akarnám azt, hogy még legyen állásod. Mindegy, hát ő... itt most csak ilyen kis jeleneteket mutatnak a játékból egyébként. Tehát, hogy ez lesz -e be minden is? Például a kocsmai jelenet, amikor belénk kötnek, meg a nem tudom mit gyűjtögetünk, pálcaválasztás, a, ott az egy fiatalabb fiatal a kiadásban egy Olivander volt szerintem. Egyébként a történet szerint majd ö, ö, milyen kiválasztottak leszünk a játék során. Ugyanúgy, mint a Harry Potter volt valamilyen szempontból különleges, itt mi is azok leszünk. És igen, lesznek benne látványos akció is. Egyébként mi ilyen nagyon könnyített story módba fogjuk tolni, mert én nem a harcra akarom kiélezni a játékot. Engem a történet érdekel, meg a világ maga de nagyon jó kinéző jelenetek lesznek a játékban, ebben, ebben 100%-ig biztos vagyok, úgyhogy érdemes lesz, érdemes lesz kibírnunk azt, hogy végre kitömörítse szerencsétlen számítógépen. És... Jó, hát igen, lesznek benne ilyen halálfaló fejűek, meg sárkányok. Mondjuk az ott, a... igen, az nagyon jól néz ki, amikor a sárkány mindenkit lepörköl és a mi be lesz a saját sorsunk. Amit viszont megbeszélhetnénk, hogy gonosz vagy jó legyünk, melyik házba tartozunk, mert ezek azért szerintem ilyen lényeges kérdéskör lesz így hosszú távon, addig is lehet róla beszélgetni, amikor ameddig ezért, közben nézem, hogy hogy állunk, félúton vagyunk, 39 gigabyte meg a 73-ból kitömörítve, Úgyhogy szerintem még belefér az is, hogy megnézzük a cinematic trailerét a játéknak. Az így el lesz a háttérben, amíg lehet róla dumálni. Miért ne alapon? Legalább addig is történik valami a háttérben vizuálisan, de teljesen hype vagyok én, és tömörítik ki a gépem a dolgokat, úgyhogy rövidesen, rövidesen el tudunk kezdeni játszani. Ugye az előtöltés meg volt, tehát már nem az internet kapcsolatom múlik, hanem a KB az SSD meg a processzor sebességén, az meg egységnyi, sajnos egységnyit, nem tudunk rajta változtatni, de ma már nem is akarunk hozzányúlni. Úgyhogy az, a, a, először, először azt döntjük el, hogy jó vagy gonosz varázslók akarunk lenni. Ez ilyen, mondjuk azt, hogy lehet szavazni? Lehet. Oké, okay, új szavazás. Jók, legyünk vagy gonoszak, és akkor azt addig gyorsan kiírom, és arra lehet szavazni. Jók legyünk, vagy gonoszak. És azt mondja, hogy. Ö, ennek két választási opciója van a jók meg a ö, ö, gonoszak. Úgy, és akkor adunk rá. 3 perc időtartamot. Köszönöm lehet... szépen a feliratkozást, érezd jól magad! Köszönöm szépen a feliratkozást, pillanat, mindjárt látni fogom én is, csak ahhoz nekem ki kell mennem full screen módból, hogy lássam, hogy... Á, fényveszi, szia! Köszönöm szépen, hogy már hat hónapja előfizető vagy, bár te adtad a játékot, ami továbbra is... <tosz> Ezért nagyon szépen köszönök, És hát akkor várjuk a szavazás eredményét. Azt mondja, hogy eredmények megtekintése. És ezért itt lehet látni, hogy egyelőre 50-50 nála a dolog. Jó. Megvárjuk, megvárjuk, amíg végigmegy a szavazás, még kb. 2 perc van belőle. Nézem, hogy hogy állunk a Steam-en. 50 giga van meg a 72-ből. Úgyhogy Itt akkor közben berakhatunk a háttérbe valamit zörögni. És még megy a szavazás, hogy jók legyünk, avagy gonoszak. Nem tudsz szavazni, de szerintem legyek gonosz és fekete, mint a szén. Ö, a következő kérdés egyébként az lesz, hogy melyik házhoz akarunk tartozni, annak ellenére, hogy gonoszak vagyunk. Mert ugye lehetünk nyíltan gonoszak, meg lehetünk beépített ügynökök. Ugye négy ház van a Harry potter az majd egy következő szavazás lesz a telefonon, nem enged szavazni. mondod, hogy Griffendél, GRTX is azt mondja, lehet, hogy ebből nem lesz nagy szavazás, ebből, így ebben a formában. Jó, közben nézem, hogy a szavazásból még van kb. egy bő perc. Egy bő perc még van hátra a szavazásból, és várom, hogy a Steam is pörögjön. Még, 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 egyelőre tekeri nagyon az SSD-t. Percek kérdése és elindulunk. De legalábbis addig, izé. Igen, ez még, ez még nem az a verzió, ez amit most látunk a háttérben. Szia Danuka! Más ház, másféle tananyag? Nem, a tananyag ugyanaz. Ö, a házaknak a mellékküldetései lesznek mások. Tehát egy pár mellékküldetés más a háztól függően. Ö, hogy állnak hozzánk bizonyos ö, hallgatók és tanárok, tehát hogy ö, azért a mardekárosok elég undokok tudnak lenni a griffendélesekkel mondjuk, és fordítva is, illetve ö, a klubhelyiség is más, meg más lesz a m, szükségszobája is. De tehát, hogy alapvetően nincs hátránya, vagy előny, nagy hátrányok és előnyök nincsenek abból fakadva, hogy melyik ház, inkább azt, hogy melyik tetszik nekünk. Ö, én megmondom őszintén, hogy ö, ezért. Na, megvan a szavazás. Na, jó, gonoszak 50-50, örülök neki, pedig jó lenne, ha kitalálnánk, legalább akkor itt a csete, hogy jók legyünk, vagy gonoszak a játékban attól függetlenül, hogy mindenki a Gryffindelt mondja, tehát a házunk a Gryffindel lesz. Ez egyértelmű. Oké, okay, akkor a GRTX azt mondja, hogy legyünk gonoszak. Plusz egy gonosz a fenyvestől. Enigma is azt mondja, hogy gonosz. Jó, tehát akkor gonoszak leszünk és Gryffindélesek, így nagyjából ezt kijelentetjük. <laughs> <laughs> Jó, oké, okay, persze, megbeszélés az egész. Nincs le hátránya annak, hogy gonoszak vagyunk, inkább majd abba, abba lesz a gonoszságnak előnye vagy hátránya, hogy könnyítjük-e azzal a helyzetünket, hogy például ö, ö, a ö, három ö, tiltott átkot használjuk, vagy sem. Az is csak akkor gáz, ha látja más is. Aki utána máshogy visszanyúlhat hozzánk. Mert egyébként, egyébként néztem, hogy így előzetesen, hogy nem, így a crafting rendszer nem nagyon fog kifogni rajtunk, abban még, még egy picit megmaradt a dolog gyerekjátéknak. Oké, okay. kis páuszt nyomunk erre, meg kell nézzem, hogy a Steam hogy áll a történettel, mert hogy az, az értünk van. Hm, 67 giga a 73-ból, egy perc van hátra, oké. Okay. Az még, akkor még gyorsan belefér, hogy folytassuk, de már csak percek kérdése elvileg, hogy játszhassunk? Most már tényleg nagyon várom. És közben itt mutogatja, hogy a különböző házaknak különböző bejárata van, ahova be tudunk menni. Itt közben a házimanók hogyan készítik elő a kajáinkat, meg a hisztismirtél fürdője, meg minden benne van. Egyébként ez, ez, ez biztos, hogy nagyon nagy ilyen, aki olvasta a könyveket is, meg látta a filmeket is, azoknak ilyen nagyon nagy izé ö, dropot szereztem. Ö, igen, lehet dropokat kapni a játékhoz, úgyhogy engedélyezve van ez a izét. Hogyha a dropot kaptál, akkor legalább dobjál egy köcit, vagy valamit. Ha fél órát nézed az adást a csatornán, akkor lehet a csatornán dropokat szerezni, amivel kiegészítőket lehet a játékhoz igényelni, ami ha össze van kötve a Warner brothers fiókoddal, a Twitch fiókod, akkor meg is kapod. Tehát, hogy így ilyen, ilyen, ilyen bonyolultó van megoldva ez már nálam megvan, tehát majd a Twitches drop az már valószínűleg jönni fog. Igen, mert 30 perce megy az adás, és hát nem túl meglepő módon én is megkapom a dropot, illetve ti is, hogyha olyan van. Na, szerintem eltelt az az egy perc, most már ránézek arra, hogy hogy állunk Steam barátunk. Ellenőrzés, 19% már, 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 már csak visszaellenőrzi a kitömörítést. Gyerekek, Percek kérdése is kezdünk, úgyhogy uh, itt most már levesszük az OBS-ről, levesszük az OBS-ről a böngészőt, és... Uh, hmm... A dropot majd segítek persze neked is összerakni. A, a lényeg az, hogyha nézed az adást a Twitch-en nálam a hr akkor azt hiszem fél óra után föl fog dobni egy üzenetet, nem tudom, mert nekem itt gépen már fölrakta, tehát fél óra után földob egy üzenetet, hogy dropot kaptál hozzá, gondolom, vagy a Twitch érzékelte, hogy összekötöttem, vagy felajánlotta. A lényeg az, hogy ezzel ilyen valami kis lófaszkát kapunk a játékon belül, amit egyébként kb. Mind minden Twitch néző, akinek megvan a játék, meg fogja kapni, úgyhogy... Ö, igen, hát oké, okay, csak nem tudom, hogy az telefonról, hogy működik fenyves. Én, én, a, én a, ezért tudom csak, Amilyen ami, ami PC vonalon van. Közben ezé, az ellenőrzés 55%-on áll, úgyhogy egy-két percen belül launch van gyerekek a játékra. Nem tudom, hogy kinek sikerült már rajtam kívül elindítani a Twitchen a játékot, biztos van jobb számítógéppel rendelkező egyén egyébként, mert hogy lassan a számítógépem elavultnak minősül. Nem, nem vagy bunkófényves, már én is nagyon türelmetlen vagyok, de szó szerint percek kérdése a történet, hogy elkezdődjön a játék. Azt írja ki konkrétan, hogy egy perc van hátra 70%-on vagyok az ellenőrzésben. És tükön ülök, tükön. éjfél előtt már itt ültünk a fenyves, egy hátra a pécéseknek is éjfélkor van a lounge. Aztán jött a pofárás is, hogy nem. Viszont volt preload egy órakor. Tehát most nem kellett letöltenem, csak kitömörítenem. És negyed órája is csinálja a szerencsétlen számítógépen, csak kitömörít a lelkem. És közben ö, ö, mindjárt be is fejezi, ha szerencsénk van. Ö, hova költöztünk át? Át is költöz, költöztünk? Ö, ezt most nem értem fenyves, hova költöztünk át? Mindegy, ö, 20 másodperc. Nyomhassak már rá a játék gombra, léci-léci. Úgy tudnám értékelni most kivételesen. Ma már frissítettem Windows neked frissítettem drivereket neked, leszemeteltem a gépemről, hogy elférjen a 160 giga. Ja, Los Angeles, már átköltöztünk, igen, a Steam-en. <laughs> igen, nagyon jó. De ha befejezted, akkor most, most miért nem tudok arra rányomni a játék? Ne boss! Nem lehet rányomni a játék, újraindítom a Steam-et. Azt mondja, hogy Steam, jobb klik, kilép. Miért nem tudom elindítani a játékot? Késik a Steamnek a launch -a, vagy pedig nem frissítette le a gyökér? Letöltések, nincs lesor besorolt letöltés, játékkönyvtár, Havertz Legacy játék, azaz a, indulunk. Annyi türelmeteket kell kérjem, hogy elindul a játék a háttérben nekem. Ami tök jó. Viszont elég hülyén csinálta ezt most. Be kell állítanom előtte a grafikai beállítás, de már halljátok, hogy csicsereg a fülembe. Na, nem, nem, ugye nem fogsz most intrózni. Nem, sédereket készít elő. Azt a kurva élet! Gyerekek! elindult a játékom, ablakos üzemmód van full screenbe, ezt jól csinálja, úgyhogy most ablakfelvétel, Howard's Legacy, azt, azt vegyet fölfelé. Hölgyeim és uraim, indul a Harry Potter ez előkészítése, még egy csíkot nézünk, de, de már ma, majd, majdnem ott vagyunk. 100%-on pörög a processzorom, nem tudom, mit csinál, de ez már, ez már a játék ingém magába, egy picit lejebb húzom a hangerőt, hogy ne ordibáljon itt a fülembe, már hogy nektek nem ordibá, nekem ordít még a fülembe, majd be fogjuk lőni azt is. Ez már indul a játék, aztán ha egyszer eljut az a zöld csika végéig, akkor, akkor ben vagyunk a játékban. Nekem itt gyönyörűen elindult full screenben, amit nagyon utálok egyébként minden játéknál, hogy full screenben elindul, mert nem tudok tabolgatni. De, de már legalább zenél, legalább már zenél, az is valami. Egy kis zene nem árt a fülünknek. Fussál már végig, te gyatracsik, mert így sose fogunk elkezdődni, játszódni. És utána be akarok állítgatni nektek ilyen hülyeségeket, hogy a felirat az minél nagyobb legyen, mert hevenyészetfordítás fordítás lesz, nem fogom szó szerint fordítani, mert elkopna a torkom, és nem szeretném, hogy nem, maradjon meg, amúgy is innom kell addig. De mennyire már ez a csik, hát már nem bírjuk ki, hát mit fogunk elpusztulni. nem tudom, mit csinál most. Ez a shader pár percig tarthat. Hiába indítom el a játékot, még ott is egy csíkra kell várakozni. Igazán nem szép dolog. Hát ez van. Ez van, gyerekek, várjuk, hogy a zöldség betöltsön, ingén. gépem egyelőre még nem zúg, mint a vesz, ezért fordítsam el a monitort, hogy a gravitációs és húzza azt a nyomorú csíkat, az meg. Nem, majd meg kell nézni egy dolgot valamikor, nem most, hanem így a jövőre nézve, hogy az alaplapon mennyire, mennyire, mennyire és mit támogat ilyen SSD, m 2 SSD fronton, vagy MV. Mekkorát ugrott ez? Szóval SSD fronton, és lehet, hogy majd a következő játéklaunch előtt kell még beszereznem legalább egy gyorsabb rendszeres SSD-t. Pozitívum, hogy mivel két M2-es SSD slot van a gépemben, ezért valószínűleg ez csak egy bővítés, és akkor a mostani rendszer SSD-met tudom videóvágásra használni.